Szeretettel köszöntöm a lélekmód mai hallgatóit, illetve kedves vendégemet, Posgai Anita, szupervizort és coach-t, Szerbusz Anita! Sziasztok, és köszöntöm én is a hallgatókat! Ugye ez mind a kettő angol kifejezés, de alapvetően emberekkel foglalkozol. Van, jól mondom. Igen, igen, segítő szakmáról van szó. Segítő szakmáról van szó, és segítséget szeretnénk abban is nyújtani, hogy egy kicsit nagyobb ellenálló képességet fejlesztenek ki, nem csak az üzleti téren, hiszen az elmúlt időszakban azért az üzletben szokásos megszokottá vált stresszt, azért a mindennapokban is követte ez a fajta stressz, és ezért most ki tudott terjeszteni a bizniszen túl, ugye az élet más területeire is ugyanezt. A reziliencia kifejezés is egy külföldi szó, de mint sok szakkifejezés a pszichológiából, ez is kezd egyre ismertebbé válni de nem várjuk el a hallgatóktól, hogy feltétlenül ismerjék, úgyhogy mit, ö, ö, hogyan, hogyan magyaráznád el, hogy miről lesz majd később szó? Oké. Okay. Hát ugye megkülönböztethetjük egy mentális értelmezést, vagy amit a pszichológiában is használunk a rezilienciára. Ugye ez azt jelenti alapvetően, amikor valakit valamilyen erős stresszhatás, stressz vagy akár egy trauma ér, vagy valamilyen nehézség, mennyire gyorsan szerzi vissza valaki a mentális egyensúlyát. Igazából erről van szó, ez a reziliencia, ez a reziliencia képesség. És valóban igaz, hogy az elmúlt időkben ezt igen intenzíven kutatták, most nem csak amiatt, ami a környezetünkben zajlik, ezt így a 2000-es évek, kezdték el körülbelül ezeket a kutatásokat, és nagyon érdekes felfedezésekre jutottak, mert arra jutottak, hogy, hogy a több tényező befolyásolhatja valakinek a reziliencia képességét, viszont ezek a tényezők igazából mind olyanok, amik valamilyen szinten fejleszthetőek. Tehát ez a, a pszichológiai oldala, de egyébként csak így érdekességképpen az eredeti kifejezést azt alapvetően a fizikába használták, és mégpedig azt mérték vele, hogyha egy fémet meghajlítunk, ez hát most is mérik vele. Hogyha egy fémet meghajlítunk, akkor akkor mennyire könnyen nyeri vissza az eredeti állapotát. Ez, ez nagyon jó uh -huh. kép, mert valóban az embernek túl kell jutni a bizonyos nehézségeken és hát mondtad, hogy ez is fejleszthető. Egyáltalán, mivel te emberekkel foglalkozol, létezik olyan, ami nem fejleszthető az emberekben? <laughs> hát ez egy jó kérdés. Azért azt szoktuk mondani, hogy, hogy, többnyire ezek a soft skill legyen az kommunikációs képességek, prezentációs képességek, tehát ezek azért fejleszthetőek. Van, ami könnyebben, van, ami nehezebben. Ugye a rezilienciának nagyon érdekes összetevői vannak, Hogyha megengeded, akkor akkor sorolom őket. Tehát, ami az első talán uh, kiemelendő, az így az érzelmekhez kapcsolódik. Valaki mennyire képes az érzelmeit tudatosítani egy adott helyzetben, mennyire képes ezt szabályozni. Tudatosítani az azt jelenti, hogy mondjuk valami ér, és akkor hirtelen uh, lesz bennem egy definíció, hogy én most uh, csalódott vagyok. Uh -huh. ja, akár erre gondolok. Ugye, ugye ez az érzelmi intelligenciához is erősen hozzátartozik, és akkor már is ott vagyunk, hiszen az elmúlt be rengeteget beszéltek arról, is igen. hogy az érzelmi intelligencia fejleszthető. És igazából ez a képesség is fejleszthető, ugye az emberek többség azért nem foglalkozik az érzelmeivel, nem olyan behatóan, de egyébként tényleg felszabadító tud lenni az, hogyha egy adott helyzetbe föl tudjuk ismerni és tudatosítani tudjuk, hogy miben vagyunk. De azért, ha egy kicsit így tovább lépünk, a reziliens emberek nem csak erre képesek, hogy ezt tudatosítják, hanem arra is, hogy valahogy így jóban vannak, akár legyen az jó érzelem, rossz érzelem. A rossz érzelem. Ott van, nem, mert el tudják azt fogadni, hogy most haragos vagyok, és akkor haragos vagyok. Most nyilván, tehát valamilyen szinten az egy helyzet, ami, ami nyilván lenyugodhat egy idő után, de mégiscsak ott van az a helyzet. És nem, nem csinálnak ebből nagy ügyet, hogy uh -huh. egyik vagy másik az, amivel szembesülnek. Tehát nem de... folyják föl, nem igen, csinálnak a bolhából igen, elefántot, igen, hogyha igen, haragos vagyok, akkor vége van a világnak, igen, mert soha igen, többet nem tudok lecsillapodni. Igen, 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 viszont ugye beletartozik ez az érzelmek szabályozása is, tehát képesek azért arra, hogy az ösztönös indulataikat leállítsák valamilyen szinten. Hát ez nagyon fontos, ilyen... főleg a haragnál, öszt... Igen, egy ösztönös reakció lenne egy adott helyzetben, azért azt képesek ők lefékezni és valamilyen szinten szabályozni. De azért az fontos, hogy nem lepődnek meg az hogy vannak esetleg negatív érzelmeik, vagy összetettebb érzelmeik, vagy egyszerre akár pozitív és negatív érzelmeket is érzünk. Tehát például ez egy, egy ilyen nagyon fontos képesség. Hogyha az érzelmek világánál tartunk, akkor még ide emelném az empátiát, hogy ez már egy kicsit nem önmagunkra, hanem a másikra a fókuszál, és akkor megint visszatérhetünk az érzelmi intelligenciához, mint fejleszthető képességhez hogy az empátiában képesek vagyunk megérezni a másiknak a, az attitűdjét, a másiknak az érzelmeit, a másiknak a gondolkodásmódját egy adott élethelyzetben, akár a metakommunikációját is tudjuk értelmezni, és ez is nagyon nagy segítségünkre lehet egyébként például egy konfliktus helyzetben, mert egy konfliktus helyzet is egy problémás helyzet, vagy egy nehéz helyzet, és hogyha ezeket tudjuk azonosítani akár magunkban, akár a másikban, már reziliensebbek vagyunk. Tehát egy konfliktus helyzetben mondjuk én mondjuk haragos vagyok, vagy csalódott, vagy valami, uh -huh. ami negatív, és nem ragadok lennél, le hanem megpróbálom észrevenni azt, hogy a másik. Talán ehhez hozzátartozik az is, hogy nem tekintem azonnal ellenségnek, hanem Abszolút. résztvevőnek igen, ugyanabban igen, a konfliktusban. Igen, 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 ez nagyon fontos, tehát hogy egy ilyen partneri szinten van a két fél. Igazából. Ahhoz meg kell értenem ugye igen, a másikat, hogy igen, lehet, hogy ő is csalódott, igen, és lehet, hogy ő is haragog. Igen, igen, így van. igen. Tehát képes vagyok ebbe beleérezni magamat, belehelyezkedni egy kicsit az ő helyzetébe. Tehát ez a két dolog, ami az érzelemhez kapcsolódik, mind a kettő szorosan kapcsolódik a reziliencia képességhez. És fejleszthető. És tehát, hogyha mondjuk úgyuk. én mondjuk uh -huh. addig ilyen farc voltam, és csak azzal törődtem, hogy én mit érzek, akkor elkezdhetek rá hangolódni valamilyen módon a másikra. Igen, hát tehát, hogy igazából az ember, amikor elkezdi megtanulni, hogy milyen érzelmei vannak, ez nem olyan egyszerű, de azért, ha már önmagában meg tudom nevezni, egy kicsit úgy megpróbálom összegyűjteni, hogy milyen érzelmek lehetnek egy adott helyzetben, tudok -e ebben egy rutin szerezni, vagy ebben is, amit mondtál, hogy, hogy egy adott élethelyzetben hogy vagyok jelen, hogy nézem a másik szemét negatívan mindenképpen, tehát neki nem lehet igazán. A... <laughs> <Szereposztás. gül> igen. Vagy megpróbálom kinyitni a gondolkodásmódomat, egy picit átállítani azt, ami a fejemben van, hogy Hó, mi, mi is lehet vele. Hát lehet, hogy tulajdonképpen őnek is megvannak a szempontjai ebben a helyzetben. Tulajdonképpen lehet, igen. hogy ő is ember. Igen, igen. <laughs> ez, ez, ö, én, én nem tudom, hogy mennyire értezte egyet vele, de azt gondolom, hogy a, az irodalomolvasás ebben nagyon sokat segíthet, hiszen a leír kívülről hely amiben egy olyan szereplő van, amivel mm. ugye az olvasó éppen tud azonosulni, mert a legtöbb helyzetben van egy ilyen főhős, és akkor az ő szemén keresztül átélhet egy csomó ilyen konfliktus, amiben viszont le van írva, hogy a másik ezt érezte, én meg ezt éreztem, ő meg azt érezte, és akkor kiderülhet, hogy mindenki érez valami. Így van, így van, ezt nagyon jól mondott szerintem bármi ilyesmit, tehát akár az irodalom, akár a színdarabok, nagyon-nagyon sok ilyen dolog meg tud világítani így különböző oldalakat, és valamilyen szinten ez is hozzá kap. Csolható az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez. Tehát ez a szoftverünk, vagy soft skill, ami, ami mm. mondhatom, hogy van valamiféle adottság, hiszen van, akinek van nagyobb empátiája, kisebb empátiája, de ez valamennyi, gondolom, mindenkinek kell. Mm -hmm. Ugye maximum nagyon szélsőséges esetekben mondhatjuk, hogy nincs empatikus képesség, de ugye ezek már pszichiátriai esetek, tehát mondjuk egy pszichopata vagy hasonló pszichiátriai problémával küzdő embernél lehet azt mondani, hogy nincs ilyen. Tehát ezt így mm. meg lehet kívánni, hogy én azért jobban mm. szeretnék egy kicsit jobb fejlenni, akkor gyakorolhatom magam. Gyakorolhatom ebben magam. Tehát Igen. ez a kívánságomtól függ? Igen, igen, ez, hogy egy, döntés, erre. Így van, ez egy döntés kérdése szerintem, és el lehet kezdeni gyakorolni, és lehet, hogy az elején egy kicsit ilyen setes után megy, mert lehet, hogy csak annyit tudok mondani, hogy jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam, de, de mégis egy más fókuszt fog megnyitni. Ugyanakkor, hogyha az életet veszük, akkor nem nagyon lehet kikerülni azt, hogy érnek bennünket olyan mentális-fizikai hatások, amikor így elgörbül az életünk, és akkor hirtelen vissza kell nyerni Igen. azt az egyensúlyt, mert hiszen kell, hogy legyen tovább. Ezért azt hiszem, hogy mindenkinek elemi érdeke, hogy erről egyrészt halljon, másrészt pedig valahogy belehelyezkedjen, mert hát egy kicsit kejfejancsinak kell lennünk az életben, Abszolút, nem? ez egy nagyon jó hasonlat szerintem a rezilienciát, a kejfejancsinak a képe, aki ugye bármilyen kimozduló helyzetben vissza tud állni egy egyensúlyba. Érdekes, hogy ez nem annyira régóta ért be a köztudatba. Talán ez a pszichológiának a fejlődését is jelzi, hogy kezdjük magunkévá tenni ezeket. <laughs> Milyen régi ez a kifejezés egyébként szerinted? Ó, hát azért a pszichológiában egy olyan húsz éve körülbelül, tehát így a 2000-es években a Pennsylvania Egyetemen végeztek kutatásokat ezzel kapcsolatban nagyon sokat, a pozitív pszichológiának a keretei között, és ők is folytatták, ők tették le ennek az alapjait. Tehát én azt gondolom, hogy ez alapvetően azóta van így egy kicsit a köztudatban. Lehet, hogy előtte is megfogalmaztak hasonlókat, de de úgy, úgy, mint egyfajta teljes képességgel, azért inkább egy olyan húsz éve, tehát a 2000-es évek óta foglalkoznak. Előtte pedig inkább csak gyakorolták, hiszen olyan korok <laughs> előznek meg minket, ahol ez muszáj volt igen, gyakorolni. Igen, 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 és talán egyébként pont a, 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 így az elődeink jó példák is lehetnek erre, hogy azért nehéz helyzetekből is föl lehet állni. Ezért a sztorik nagyon fontosak, a történetek, hogy meghallgassuk mondjuk a régi, régi korok, ré, régebbi, nálunk régebbi korokba élt embereknek a sztoriát is, hiszen ha ő kibírta, akkor lehet, hogy én is kifogom Így van, bírni. Igen. De te segítő szakmába dolgozva nyilván néha mellé kell állni egy-egy embernek, akár üzleti szinten is, vagy akár a hétköznapi életben. Mi az, amit te tudsz segíteni, vagy mi az, amit erősíteni szoktál az emberekbe, hogy erre szert tegyenek? Hát akkor így visszamennék egy kicsit a rezilienciához, mert ugye sok minden tartozik még ebben, de talán amit, amiben én leginkább tudok segíteni egy adott helyzetben, az az, hogy az illető reflektál arra a szituációra, amiben benne van. Tehát megpróbálja megérteni azt a helyzetet, amiben benne van, esetleg jelentést is tud neki tulajdonítani, megpróbálja megfogalmazni azt, hogy mi az, amit tanulhat. Abból a helyzetből, vagy mi az, amit tanult abból a helyzetből. És igazából ez a fajta ilyen lefékezés és megállás, ez rengeteget segít abban, hogy mentálisan jobb jobb helyzetbe kerüljön valaki. Tehát ez egy nagyon nagy kulcs ebben. És ez nagyon jól köthető egyébként a rezilienciához is, tehát mondjuk a reflexió, mint olyan, az nagyon jól használható a reziliencia fejlesztésben, csak gondoljunk például a, a perspektívaváltásnak a képességei, ez is egy faktor, ami benne van a, a, a rezilienciának az összetevői között, hogy valaki képes egy helyzetet analizálni, és képes mondjuk perspektívát váltani abban a helyzetben. Perspektívát váltani, hogy belehézkedni a, Akár a másiknak. Vagy... Szögébe, vagy akár más megvilágításban megérteni ugyanazt azt. a helyzetet. Tehát, hogy nem csak Így egyféle van. narrációja van. Igen, igen. igen. Kicsit ez gondolom, ez a beszűkülésből, amit egy, -egy trauma vagy sok hatás okoz, igen. ez, ez igen. már eleve segít. Igen, vagy egyáltalán az a kérdés, hogy mit tanulhat valaki egy szituációból, ez igazából már egy ilyen irányba vezet. Tehát nem egy olyan aspektusát akaz, a, a fogja meg, vagy ragadja meg a helyzetnek, ami benne tartja az illetőt a nehézségben, hanem az, hogy egyébként mit tanulhat belőle. De mi az, ami ebből a helyzetből neki előny, vagy, vagy tanulás az adott? adott Most elképzelem azt az embert, aki kétségbe esetten kapálozik egy nehéz helyzetből, hogy akarok én egyáltalán tanulni, <gül> <gül> inkább csak megoldani szeretnék. <laughs> Igen, azért vannak jó példák, mondjuk én szeretem így a koszoros példákat, de például Michael Jordan volt egy olyan személy, akit, akit kevesen tudják, hogy őt kirúgták a középiskolai kosárlabda csapatból. Tehát nem csak a középiskolából, hanem a kosárlabda csapatból. Igen, a kosárlabda csapatból. És, és ő nem keseredett ezen el, hanem elkezdett nagyon intenzíven gyakorolni, tehát dolgozott azon, hogy visszakerüljön. Akkor ugye később nem vették fel egyetemi ösztöndíjjal az egyetemre, tehát azt, is sikerült neki elsőre, de ugyanúgy oda tette magát is. Például az ő esetében ez, hogy hogy, hogy nem, esett, nem esett kétségbe egy kudarctól, mert ez is egy nagyon jó uh -huh. reziliencia faktor, hogy nem esik valaki kétségbe egy kudarc helyzetben, hanem, hanem továbbra is tesz erőfeszítéseket, tehát egyfajta fejlődési szemléletmód. Van benne a helyzetben, és, és továbbra is erőfeszítéseket tesz, továbbra is kitartóan küzd az ő céljáért, nem adja föl azt. Ez egy ilyen képesség, és például nála ez meg volt, Tehát azért, mint, mint hétköznapi emberek, kudarca biztos, hogy találkoztunk az életünkben, vagy egy kihívással, és akkor ez egy nagy kérdés, hogy ilyenkor mit teszünk. Elmenekülünk a kihívás elől, mert azt gondoljuk, hogy ó, ez nekünk úgysem megy és nem érdemes belevágni, vagy megcsináljuk, kudarcot vallunk esetleg, és akkor azt mondjuk, soha többet nem fogom megpróbálni, vagy pont, pont nem ezt tesszük, hanem esetleg gyakorlunk tovább, újra megpróbáljuk, nem keseredünk el, a kudarcot nem úgy fogjuk föl, hogy kudarc, hanem igazából tanulás, nézzük meg, hogy mi az, amit másképp csinálnék a következő alkalommal. És aki igazán reziliens, az például bírja ezt a képességet. Tehát ez egyfajta Justis, vagy DAFKE, hogy akkor is megmutatom. Az is benne van, de nincs benne ez a fajta, hogy mondjam, ilyen önigazolás, tehát, hogy ilyen értelemben nem, hanem egyfajta mm, kicsit azért benne van egy békesség is, hogyha én ezt csinálom, akkor ennek meg lesz a jó gyümölcse, és nem adom föl, és nem veszem annyira magamra azt, hogyha esetleg valami nem sikerült. Ez már-már úgy hangzik, mintha most a hallgatók legyinthetnének, hogy jó, de hát ez egy adottság. Nem csak a... Mindig szoktuk igen. ezt mondani, nem? <laughs> gondolom te is sokat hallod. Igen, de igazából ez is egy olyan dolog, mert hogyha csak megfordítjuk a gondolkodásmódunkat egy helyzetben, tehát most képzeljük el, hogy valaki egy kudarcot val, mondjuk egy iskolában, valamilyen teljesítmény nem úgy sikerül, vagy nem veszik fel az egyetemre. És és mondjuk ebben a helyzetben könnyen kétségbe is lehet esni, Akkor én már soha nem fogok diplomát szerezni, akkor én máshol nem lehetek az, aki szeretnék lenni. Na, de hát ez így nem biztos, nem állja hogy nem meg a helyét, igen, nem Igen. igen. Miért ne? Miért meg még Jó példaként hozzam ide a sógornőmet erre, akit sokat gyára vettek fel a fogorvosi képzésre. És ugye pont abban a periódusban, amikor amikor ő még nem járhatott az egyetemre, mert nem vették föl, ő elment a fogtechnikára. És igazából ebben a helyzetben ő rengeteget tanult, és később az óriási előnyére vált, és sokkal jobban tudott teljesíteni az egyetemen is, mint az ő társai, pontosan emiatt. Tehát sokszor vagyunk hajlamosak arra gondolni, hogy vége a világnak, hogyha valamit mi elképzeltünk, és nem úgy sikerül. És csak megfordítani ezt egy kicsit, hogy na jó, oké, de mégis mit hozhatok ki ebből a helyzetből, mit tanulhatok belőle, mit csinálhatok másképp, biztos, hogy csak az az egy megoldás van, eljuthatok-e a célomhoz esetleg egy másik módon. Ezek mind-mind-mind azért fejleszthetőek, nyilván tudatossággal elsősorban, és önismerettel, tehát hogy én is mire vagyok képes, és mit tudok ezen belül fejleszteni. Mire vagyok képes, Ez azt majdnem sose tudja az ember, csak ha kipróbálja. Igen, de azért az önismeretnek van jelentősége. Értem? Aha, de aha. És milyen keretben gondolod, mert kicsit néha ö, úgy, úgy érzem, mint hogyha ennek is az önismeretnek is lenne most már egy olyan nimbusza, uh -huh. amit szinte ilyen partalanná várt ez a kifejezés. Tehát most ebben a konkrét helyzetben, mert most én úgy képzelném el, hogy ez kihívás. Nem tudom, hogy képes vagyok rá, de feltételezem magamról, hogy képes vagyok, vagy minimum azt feltételezem, hogy érdemes megpróbálnom, uh -huh. és mikben megpróbálom, és sikerül, akkor kiderül magamról, hogy hogy képes vagyok rá. Tehát az önismeretemnek a fogalma tágult. Abszolút, tehát ez teljesen igaz, amit mondasz, hogy nyilván minden új szituációval ilyen értelemben fejlődik az önismeretünk. De nem tudom, például, ha most azt nézzük, hogy hogy mennyire vagyunk magabiztosak mondjuk egy ilyen élethelyzetben, nem biztos, hogy mindenki az de szokták mondani, hogy hogyha már így a rezilienciához kapcsolódunk, hogy a, az, a, az, hogy én érzem, hogy én képes vagyok valamit megcsinálni, és egy nehéz helyzetben azt érzékelem, hogy én ezen végig fogok tudni menni, ez például egy reziliencia faktor, egy reziliencia összetevő. És akkor nagyon jó kérdés, hogy ezt, ezt fejleszthetem, hogy akkor ez ott van, vagy nincs ott, de hogyha csak elkezdem azt végig gondolni, hogy az én életemben milyen olyan szituációk voltak, amik nehezek voltak, és én hogyan mentem át ezeken a nehéz helyzeteken, mik voltak azok a személyes képességeim, amik ebben segítettek, akkor már is fejlődött az önismeretünk, de a magabiztosságunk is abban a helyzetben. Tehát igazából egy, egyfajta ilyen reflektív hozzáállással, ránézéssel ezekre a szituációkra megint előrébb jutottam, és másképp tudok belemenni abba a helyzetbe, mert akkor visszaemlékszem, hogy ja persze, tényleg. Hát amikor a nyelvvizsgára készültem, akkor olyan nehéz volt, mert nem tudom, pont beteg volt az édesanyám, és azért nem tudtam rá Készülni, de mégis azért oda tettem magam, megpróbáltam, és sikerült akkor. Mi is segített nekem ebbe? Ja, hogy végül is azért ki tudtam zárni a külvilágot és tudtam koncentrálni ezekre a dolgokra, akkor ez most is még egyszer meg fogom tudni csinálni. Tehát ilyen értelemben Igen. azért érdemes a múltra visszanézni, és érdemes mondjuk ezt is erősíteni. Tehát az önismeret sem Igen. egy ilyen megfoghatatlan Igen. dolog, Igen. hanem kell hozzá a saját sztorim, amit felidézek. Amit felidézek, amit, amiből megértem igazából, hogy ki vagyok én. Hogyha mondjuk valaki mm -hmm. már benne volt több olyan sztoriba, amikor ezt nem így oldotta meg, hanem nem oldotta meg, akkor nyilván saját magát bátortalanította el, de mégiscsak eljöhet egy pont, amikor akar ezen változtatni. És szóval te mindenki tud az életéből megragadni olyan élethelyzeteket, ami, ami lehet, hogy nehéz volt, de ő sikeresen átment rajta. És nyilván a fókuszunkat jó, ha erre helyezzük rá egyfajta ilyen fókuszváltás érdemes csinálni, mert ebből tudunk erőt meríteni. Nyilván, ha arra nézzünk, hogy mit, miben vallottunk kudarcot az elmúlt időben, és ott azt, hogyan nem tudtuk megcsinálni, akkor az le fog minket blokkolni ebben a helyzetben. Hát ez is egy tudatos döntés, hogy nem azokat a sztorikat van. idézem föl, igen, amikor ugye, hogy nem igen, sikerült. Igen. <laughs> igen. Egy kicsit világnézeti kérdésnek is tűnik ez, ami szintén a világnézet is olyan, hogy emlékszem egyszer a, a John Lukácsnak a, a történésznek a visszemlékezéseit olvastam, és akkor azt mondta, hogy egy fiatal korában azt gondolta, hogy az embernek van világnézete, és akkor idősebb korában jött rá, hogy nem, ezt úgy kialakul. <laughs> és változik. És, és változik, és hogy neki ezzel Igen. dolga van, tehát hogy ez Igen. nem tekintheti Igen. úgy, hogy ez így Igen. ez egy, egy adott ö, dolog, és hogy ez neki mekkora kijelentés volt, de hogy ez nekünk is lehet kijelentés, hogy valahogy néztük a világot, ott, amiben mondjuk mindig sikertelenek vagyunk, de hogyha szeretnék rezilienciára, ellenálló képességre, vagy lehet, hogy az sem fedi teljesen, nem? Mert a rugalmasság is benne van, hogy vissza tudok alakulni, vissza tudok kerülni a pályára, akkor, akkor én ezt ki tudom alakítani, hogy ez valóságos, hiszen egyszerűen másik sztorikra kell fókuszálnom, vagy pedig arra, hogy ami előttem van, az lehet másmilyen, mint ami mögöttem van. Abszolút. Meg igazából, hogyha végig gondoljuk, az önfejlesztés az valahol erről szól, és ez nem, nem gondolom, hogy rossz dolog, amikor az ember megpróbál tudatosan ránézni önmagára, és megnézni azt, hogy mi az, amit változtathat, ami esetleg pozitív irányba is viheti a sorsát. Most nyilván spirituális vonalról megközelítve azt gondolom, hogy a keresztényeknek óriási előnye van ebből a szempontból, hiszen Nagy ők, forrás van. Igen, nekik egy hatalmas forrás áll rendelkezésre ehhez a változáshoz és ehhez a változtatáshoz, és egyébként ezt a fajta kapcsolódást valamilyen nagyobbhoz, egy nagyobb ügyhöz, ez is egyfajta reziliencia faktor egyébként, és azt is megfigyelték, hogy akik azért valamilyen fajta spirituális erőforrással is rendelkeznek, azok azért reziliensebbek, mint mások, hiszen mindig tudnak egy, egy olyan plusz erőt meríteni, ami másoknak nem áll a rendelkezésre, és egy, egy reménytelen helyzetből mégiscsak tudnak reménységet kivenni. És hát keresztényként ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott van a számunkra a Biblia, hozzányúlhatunk, kinyithatjuk, ott vannak azok az igék, amikre ráállhatunk nehéz helyzetben, ez rengeteget segít. Egyébként neked így kócsként vannak ilyen alapigéid, amit le tudsz fordítani ö, a saját ö, ö, pszichológiai világképethez, ami mondjuk ilyen tényleg elolvasod a Bibliába, és akkor ezt le lehet fordítani a pszichológia nyelvére. <laughs> Hú, uh, meglepél a kérdéssel, azért sok arra amit a... úgy felismer az ember. Ez a szeresdőm, tehát szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez alap. Ez egy nagyon alapnak mondanám, mert hogy az, az a saját magunknak a szeretete. Tehát az, hogy, és ebben egy kicsit az is bennem, hogy elfogadom magamat, Elfogadás, le, a igen. Abban, a, ahogy vagyok, lehet, hogy az még nem tökéletes teljesen, de azért van magam felé egy pozitív. Elfogadás. hogy ebből még lehet valami? Igen, igen, igen. És egyébként Isten is elfogadott, tehát hogy nem kell ezért magamat sem elvetni. Tehát ez a fajta attitűd szerintem nagyon meghatározó. Nagyon. Hát az összes, igen. amit eddig mondtál, a magabiztosságtól, az önismeretig, a reflexióigadnak talán el kell, igen. hogy legyen az alapja enélkül, ugye? Mire helyezed rá? Igen, igen. 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 tehát ez például egy nagyon-nagyon alap dolognak tekinteném. Hát konfliktus konfliktuskezelésben mindenképpen a másiknak a meghallgatása, tehát a másik felé való fordulás, azért ez is elég jó az igében is, mint alapelv le van írva. Tehát ez is a segítségünkre lehet. És talán, ami megint még jól kapcsolható a rezilienciához, az a hálára való képesség. Mert hogy azt is egy nagyon fontos reziliencia faktornak tekintik, hogy valaki képes optimista lenni egy helyzetbe. Ugye világi szinten így fogalmazzák meg ezt, hogy optimizmus, realista optimizmus, tehát egy olyan fajta optimizmus, ami nem egy ilyen rózsaszín köd, hanem figyelembe véve a, a meglévő helyzetet, mégis képes valamilyen bizalommal lenni a jövő felé. És akkor itt ez a kulcs, hogy bizalommal lenni a jövő felé. Az, hogy, az, hogy én képes vagyok egy pozitív árakozással lenni a saját sorsomra vonatkozóan, én azt gondolom, hogy ezt keresztényként, meg bibliai alapelvként nagyon ott kell, hogy legyen. Hogy én egy jót várok, alapvetően jóra számítok. És ez például egy, nagyon, egy olyan reziliencia faktor, amit keresztények nagyon könnyen tudnak erősíteni. Nagyon sok igen van erre, de önmagában a hálaadás, mint tevékenység, az, az is például ezt segíti. És nagyon érdekes, hogy ezt kutatták is, egyébként pont Magyarországon is volt egy kutatás erre vonatkozóan, dr. Ferenci Andrea végezte ezt el. Meg akarta azt vizsgálni, hogy ha az emberek hálát adnak, ez milyen hatással van így egyéb, egyéb tekintetben az életükre, tehát mennyire tud változtatni valamint valami belső attitűdjeiken, hozzáállásukon, akár az életvezetésükön. És ugye megpróbálták elvégezni a, a kutatást, és nagyon nehéz volt embereket behívni a kutatásba. Mert? És, vagy nem ez jelenkeztek a... nagyon sokan, úgyhogy az Andrea gondolt egyet, és a hajléktalan szállókhoz fordult, és hajléktalanokat mond be ebbe a kutatásba, plusz egyetemi hallgatókat. És nagyon egyszerű volt a feladat, annyit kellett tenniük, hogy három hónapon keresztül hála naplót vezettek, ami azt jelentette, hogy naponta öt dolgot le kellett írni, amiért hálásak. Nyilván ezt kerek egész mondatokban. Nyilván adtak hozzá ehhez egy kis segédeszközt is, de a lényeg az, hogy ezt le, le kellett írniuk. És, és megdöbbentő volt egyébként a hatás, uh -huh. ami történt. Tehát volt olyan személy, aki Pont egy ilyen gyászfeldolgozásban volt ebben az időszakban, és neki nagyon sokat segített a hála naplónak a vezetése. Volt olyan hajléktalan, aki Ebben a periódusban úgy megtalálta az erőforrásait, képes volt utána munkát vállalni, volt, hogy lakást talált, tehát, hogy nagyon-nagyon döbbenetes volt az eredmény, és döbbenetes volt a hatás az ő életükre, meg az is egyébként, amiket ezek a személyek leírtak, hogy ők miért hálásak, tehát akár legyen az a társa, legyen az a, a, a jó idő, bármi, amit a, a, a környezetében tapasztal. a a igen, 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 igen. És és ez is mutatja, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van, de a jelentőség abban van, hogy a, arra teszi képesű az embert, hogy fókuszt váltson uh -huh. ebben a helyzetben, vagyis a, ami rossz, arról levesszem a szememet, és áthelyezem azt igazából a jóra. És ez, ebben ez egy eszköz tulajdonképpen, bárki nagyon könnyen alkalmazhat bármikor, bárki most ebben a pillanatban elkezdheti ezt vezetni naponta, és nagyon sokat fog neki segíteni abban, hogy ezt a fókuszt a rossz dolgokról áthelyezze a jó dolgokra. És megdöbbentő, de hogy nehéz helyzetben egyébként érdemes ezt tenni. Tehát a saját személyes életemben is egyébként én is nehéz helyzetbe vezettem, mert akkor vesztettem el az édesapámat, és én is egyébként abban az időben kezdtem ezt rendszeresen vezetni, és tényleg nagyon sokat segített nekem. És nem kellett a múltba visszarévedned, hogy miért vagy hálás, mm. hanem hogy éppen most... Igen, éppen most azon az adott napon mi az, amiért én, én hálás vagyok. Ez lehet bármi, egy kávé, amit megtudtam én, egy beszélgetés, az, hogy süt a nap, bármi. Tehát ez gyakorlatilag uh -huh. az önreflexióhoz is uh, csatlakozik, uh -huh. hiszen meg kell fogalmaznod egész mondatba. Igen. Akkor a napodat is másképp látod, és lehet, hogyha az első mondatot leírja az ember, utána a második már könnyebben jut eszébe. Abszolút. Hát tényleg, tehát ez egy rutin is, hogy ahogy, ahogy halad ebben, úgy, úgy biztos, hogy egy rutint is szerezem. ebben. És hát akkor így látszik, uh -huh. hogy az élet mégiscsak szép, miközben uh -huh. éppen csúnyának látszik, mielőtt elkezdem ezeket írni. Mennyire értesz azzal egyet, hogy abból a szempontból is világnézeti kérdés lehet, hogy mit várunk az élettől? Sokszor halljuk azt, hogy jó, de az nagyon nehéz és hogy könnyű annak, aki, hogy miért olyan nagy probléma, hogy az élet nehéz. Mi lenne, hogyha egyszerűen ezzel szembesülnénk, hogy nehéz, és ezért sok buktatót tartalmaz, és igen, is lesznek benne kudarcok. Tehát nem várok az élettől olyat, amit soha nem fog nyújtani. <gül> igen, <gül> igen, igen, <gül> és attól igen. kezdve talán fontosabb, hogy eszközöm legyen arra, hogy hogyan is harcoljam meg ezeket. Míg hogyha mondjuk igazságtalannak érzem azt, hogy az élet éppen nehéz, akkor lehet, hogy hamarabb fölteszi az ember a kezét, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet bírni. A, ez is igaz, amit mondasz, hogy, hogy teljesen más az, hogyha elfogadjuk. Tehát igen, az emberi élet. Szokták mondani azt is, hogy például befejezetlen, tehát valamit csinálok, tevékenységet, nagy valószínűséggel nem fogom tudni befejezni. Tehát mindig lesz olyan, ami befejezetlen marad, és mindig lesznek nehézségek is, amit mondtál. És mennyivel másabb az, hogyha egy ilyen nehéz helyzetben, hát elfogadva azt a helyzetet, de azért megpróbáljuk abból a lehető legjobbat kihozni a magunk számára, és mások számára is. Igazából ez lenne ennek a lényege, megtalálni ezt az egyensúlyt. És ezeket az eszközöket, legyen az bármi, akár az érzéken, érzelmeink tudatosítása, akár ez a fajta perspektíva akár ez a fajta realista optimizmus, eh, akár, ez is nagyon fontos tényező, a segítségkérés, ami Magyarországon egyébként nem annyira jellemző. Tehát, oda még megyek. most sem, mert egy kicsit ö, jobban elterjedté vált például, mi? már csak az is, hogy pszichológus segítségét kéri, nem tud, én Néha az is az érzésem, hogy már már túlzásba viszünk, de nem tudom lehet, hogy csak ez én szempontom. Talán van egy elmozdulás, tehát ezt én is érzékelem, hogy szívesebben fordulnak az emberek segítő szakemberhez, de mondjuk ez a fajta reziliens képesség, ez ahhoz is kapcsolódik, hogy vannak -e nekem olyan biztonságos, egyfajta biztonságot, elfogadást nyújtó kapcsolataim, amikre nehéz helyzetben számíthatok. Ez vannak olyan. barátok, szemben, családtagok. Vannak-e olyan személyek, akikre nehéz helyzetben számíthatok, és hogyha számíthatok, akkor tudok-e hozzájuk fordulni ebben a helyzetben? Tehát meg tudom el lépni azt, hogy igenis fölveszem a telefont, igenis elmondom nekik, vagy egyáltalán segítséget kérek, hogy valamiben segítsenek, legyen az egy természetes segítség, legyen az csak, hogy meghallgatnak engem, ez is nagyon-nagyon fontos. Mi az még, a, amit segítőszakemberként javasolni szoktál, vagy milyen pillanatban fordulnak hozzád. Tehát most feltételezzük, hogy a hallgatók kíváncsiak lennének arra, hogy mire számíthatnak, hogyha egy segítőszakemberhez fordulnak. Hát ez nagyon változatos. Tehát vannak magánéleti helyzetek, ez lehet akár egy családi válság helyzet is, tehát valakinek olyan Konfliktus, vagy állandóan nehéz helyzete van mondjuk a partnerével, ami miatt érzi, hogy szüksége van segítségre, szüksége van arra, hogy másképp lásson egy helyzetet. Lehet olyan, ami mondjuk a munkahelyhez, meg a szakmához kapcsolódik, esetleg ott él meg valaki egy konfliktus helyzetet, vagy nagyon gyakori az, hogy, hogy valaki nem találja a helyét, úgy érzi, hogy a kiégés felé tart, és ebben lenne szüksége segítségre, hogy ezt ne érje el, ne igen ki, ide kapcsolódik esetleg az is, hogy mondjuk valakinek van valamilyen álma, amit szeretne megvalósítani, de ugye nem tudta megvalósítani, vagy elakadt ember, szeretne visszatalálni önmagához. Tehát ilyenfajta kérések, ezek, ezek ezek abszolút jellemzőek, és azt mondanám, hogy ami történik egy-egy ilyen ülésen, egy-egy ilyen alkalommal az elsősorban ez a fajta reflexió, önreflexió, amiről beszéltünk, ugye ehhez vannak eszközök, tud a segítő szakember olyan plusz eszközöket adni, amitől ezt könnyebbé válik. Tehát mondjuk például egy perspektívaváltás egyszerűen csak az, hogy úgy átbeszélni a helyzetet, hogy valaki picit eltávolodva kívülről tudja azt meglátni. Ehhez vannak eszközök, vannak lehetőségek, és akkor, akkor ezt tudjuk ott alkalmazni. Vagy ugye beszéltünk az érzelmekről, akár ezeknek az érzelmeknek az azonosítása, megnevezése, ebben is tud a segítő szakember segíteni. Az is előfordulhat, hogy valamilyen módszert ad hogy hogyan egy konfliktus helyzetben hogyan érdemes kommunikálni, hogyan érdemes pontosan megfogalmazni azt, hogy mi a bajunk, mi a, az, az a nehézség, amit átélünk, milyen szükségünk van abban a helyzetben, mit szeretnénk kérni a másiktól, ebben is tud segíteni. Tehát nagyon-nagyon változatos és nagyon-nagyon széles ez a skála, de azt mondanám, hogy szupervizorként a legfontosabb ez a fajta reflexióra való képesség és ennek a megtanítása és ezáltal fejleszteni igazából akármelyik tényezőt, amiről beszéltünk, mert fejlődhet az érzelmek tudatosítása, fejlődhet egy impulzuskontroll, fejlődhet az optimizmus, fejlődhet a probléma megoldó képesség, fejlődhet a nyitottság, tehát mindegyik igazából, mindegyikre hatásra, hatással tud lenni ez a fajta megállás. Most mindegyik, amit mondasz, az a lelassulásról szól, hiszen uh -huh. egy kicsit oda kell figyelni, és hát vicces, hogy ez pont egy nagyon-nagyon felpörgött világban vált szükségesé, lehet, hogy a, talán azért is vált ez témává. Biztos vagyok benne, tehát ezt, ezt érzékelem, hogy kicsit elszalad az élet, tehát futunk utána, sodornak minket az események. Plusz rendkívül nagy a bizonytalanság és a változás, nem csak a személyes életünkben, hanem a külső is. És ugye ez is rendkívül nehézé teszi ezt, hogy nem csak önmagunkat nem tudjuk utolérni, de igazából azt se tudjuk feldolgozni, ami a környezetünkbe Igen. zajlik. És ezért valóban ez a fajta megállás, gondolkodás, hogy ez milyen hatással van rám, mit érzek közben, mit látok, milyen jelentést tulajdonítok neki, ez rendkívül fontos. Ugye jól kapcsolható ez egyébként a, a sabathoz, mert ott is megállok, leállok, lefékezek, de, de de benne van ez a fajta tudatosság, ez a tudatos átgondolás annak a helyzetnek. Igazából a kiégést is, ez, hogyha már bibliai példákat néztünk erre, a sabat ugye az minden héten rendszeresen bekövetkezik, amikor le kell lassulni. Nem foglalkozhatunk a pörgéssel, ami körülöttünk van, hanem csak egyfajta elmélyültséget gyakorolhatunk, és mivel ezt kiiktattuk, ezért addig-addig pörögtek, míg most már kiégést kell kezelni a segítő szakmáknak. Igen, igen, igen. hát az önismeretet is kibűről kell segíteni, miközben mondjuk, hogyha hetente egyszer időt töltök saját magammal, <laughs> akkor lehet, hogy jobban ismerem magamat. <laughs> Egyébként azt gondolom, hogy van olyan személy, aki önmagának ezt adja meg, ahogy mondjuk elmegyünk tornára, vagy elmegyünk, nem tudom, egy masszörhöz. Igazából van, aki a saját lelkének adja meg ezt azzal, hogy elmegy segítő szakemberhez, és az ő segítségével megtetni Éli meg ezt a, a, sabátot. a Így van, ezt a feldolgozást. <laughs> <laughs> Ez azért túl. <laughs> hát, Most de csak a... nem is a sabatot, hanem igen. magát ezt a, ezt a reflexiót, igen, igen. és tudatosságot. Mi még az, amit mindenképpen tudnunk kell a rezilienciához, hiszen relatíve új fogalom, tényként nem új, hiszen erre mindig is szüksége volt az emberiségnek, hogy egyáltalán fennmaradjon, mind össznépileg, mind egyénileg, de most, hogy sokat kutatják és sokat tudunk róla, mit szeretnél még elmondani róla? Hát talán azt érdemes kiemelni, hogy senkinek eseredjen el, hogyha úgy érzi, hogy eddig nem volt reziliens, mert hogy én olyan személyel nem találkoztam még, akinek valamilyen összetevőne lenne a birtokában. Tehát lehet, hogy valaki nem bírja mindegyik összetevőt, és nem mindegyikben erős, de biztos, hogy van olyan, ami, ami mégis neki erőssége. Tehát legyen az mondjuk akár az empátia, vagy akár az, hogy képes nyitott lenni a külvilág felé, mások felé. Ugye ez nagyon változatos, érdem, érdemes ezt tudatosítani, meg ennek örülni, hogy hogy van ilyen képességünk, és akkor a másik oldalról pedig, pedig talán azt érdemes kiemelni, hogy Érdemes viszont a többinek a fejlesztésével foglalkozni, és akár ilyen nagyon kicsi lépésekben elindulni ezen. Tehát, hogyha ismerjük önmagunkat, és tudjuk azt, hogy mi hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, vagy hajlamosak vagyunk egy nehéz helyzetben rögtön rosszat várni, akkor, akkor akár elkezdeni egy ilyen hálanapló vezetést. Tehát kicsi lépésekben elindulni. Vagy egy konfliktus helyzetben megállni, és egy picit végig gondolni, oké, okay, én mit érzek, én mit, nekem mire van szüksége, mire van szüksége a másiknak, ő mit érez. Tehát picibe elkezdeni ezt gyakorolni. Szerintem ez már óriási lépés, tehát ez a fajta tudatosságnak a bekapcsolása, mindennapi életbe, és nyilván, hogyha valaki nagyon nehéz helyzettel szembesül, akkor érdemes szakemberhez fordulni, és szakember segítségével megtenni ezt, mert a szakember is ilyen értelemben tanít, tehát uh -huh. az, hogy ott ezeken az alkalmakon valaki ezt megtapasztalja újra és újra, az segíteni fog neki abban, hogy, hogy, hogy későbben magában is ezt majd meg tudja tenni, tehát ez is egy tanulási folyamat, amit el tud sajátítani. Úgyhogy talán én ezt emelném ki, és azt, hogy, hogy, hogy nyilván ez mindenkinél más, és azt már magunknak kell próbálgatni, hogy, hogy nekünk mi válik be. Tehát, hogy az optimizmus is sokféleképpen fejleszthető, most nekünk mi a legjobb erre, mi az, amit nálunk érdemes alkalmazni a mi esetünkben vagy hogyan tudom én, milyen módszerrel tudom igazából a perspektívát legjobban megváltoztatni, ha beszélek a másikkal, és mondjuk ő mond el különböző dolgokat, vagy hogyha leülök, végig gondolom akár képek, vagy egy beszélgetés segítségével, hogy mibe vagyok, milyen helyzetben, vagy messziről próbálom megnézni, és hogyan tudom magam, magamban ezeket erősíteni, hogy ezt meg tudjam tenni. És a lényeg az, hogy a cél az legyen, hogy a gödörből kimásszak, és menjek tovább. Így van. És ugye benne van ebben a, a rezilienciában az is, hogy nem csak hogy egy, egy, egy az egyensúlyi állapotot visszanyerem, amit elvesztettem, ahogy ugye a fémet meghajítottuk és visszanyerte az egyensúlyi állapotát, hanem többnyire ez egy új egyensúlyi állapot, és benne van egy tanulás, és, 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 és többek tudunk lenni. Ezt, ezt azért nagyon sokan elmondják, akik Igen. mondjuk egy nehéz helyzeten keresztül mentek, hogy ők igazából többek lettek azzal, hogy azon a nehéz helyzeten keresztül mentek. És sokszor az is előfordul, hogy másoknak tudnak segíteni. Tehát akár szakemberek között is van olyan, aki mondjuk átment egy nagyon nehéz kiégésen, és most nagyon hatékonyan tud segíteni másoknak ebben. Vagy sportolók között is megélt kudarcokat, és tudja, hogy hogyan kell mondjuk a sportolókat motiválni ebben a helyzetben. Tehát tulajdonképpen ez, ez is benne van ebben, hogy, hogy át tudjuk ezt adni, tovább tudjuk ezt adni, többek tudunk lenni igazából ezek által. Tehát akkor nem egyszerűen kimászni akarjunk a gödörből, az egy alap, hogy az az optimizmus uh -huh. és életszeretet uh -huh. legyen bennünk, hogy ezt akarjuk, de hogy lássuk azt is, hogy egyébként többek leszünk, tehát hogy nem ugyanabban az állapotban kerülünk igen, vissza. igen. igen. Akármennyire nem örülünk éppen a gödörnek. Igen, igen, igen. és a gödör az ott, ott lesz, azt nem tudjuk elkerülni, de fel tudjuk magunkat készíteni tudatosan, és, és ott is azért tudunk tenni annak érdekében, hogy, hogy jobban jöjjünk ki. Nagyon optimista hangon sikerült akkor ezt lezárni. Nagyon köszönöm, Anita, hogy ezt megosztottad a hallgatókkal és velem is. Valóban nagyon nagy szükség van erre, és hát nagyon bízunk benne, hogy minél többeknek sikerül ezt a fajta rugalmasságot, ellenálló képességet megnyerni egy olyan időben, amikor ez igazából minden le akarná tarolni, ezért aztán nagyon nagy szükségünk van rá. Nagyon köszönöm a beszélgetés posgai Janitának. Én is köszönöm a lehetőséget.